Köszöntöm Önöket, kezdődik a Kilátó. A mai műsorunkban sorra vesszük a Miskolci Kulturális Központ nyári programjait. Majd láthatnak egy riportot arról, hogy a Lecsele program legjobb önkormányzati partnereit jutalmazták a héten Budapesten. Tartsanak ma is velünk! Koncertekből és gasztrokulturális rendezvényekből sem lesz hiány az idei nyáron Miskolcon. A részletekről Majorné Bence Tündével, a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Adásunkkal egy időben kezdődött el ugye a harmadik Hangszínhely Fesztivál, ahol egészen vasárnap estig élvezhetjük a zenei és kulturális programokat. Kikkel találkozhatunk a hétvégén? A Hangszínhely Fesztiválunk, mint hogy eddig is, ugye az alapkoncepció és vezérfonala magának a fesztiválnak az, hogy a képzőművészet és a zene találkozásáról szól. Éppen ezért elsősorban olyan fellépőket várunk ide, akik valamilyen módon kapcsolódnak a képzőművészethez. Vannak visszatérő vendégeink, a Balkán Fanatik sem első alkalommal érkezik már hozzánk, most vasárnap fognak koncertet adni itt nálunk a Csengei Kertben. De szintén ugye vendégünk volt már Rutkai Bori több alkalommal is, gyerekkoncertekkel és egyéb más módon is, most ismét elérkezik hozzánk a Speckó Jedno formációval, lesz majd felnőtteknek szóló koncertje, de gyerekkoncerttel is készül majd egyébként szombat délelőtt. És hát érdekességképpen ő most még fest nekünk oszlopot is, ugye a szokásos kerítésfestési projektünkben most ő is részt vállal. Ezen kívül a Kapuzárási Pónik is elmaradhatatlan fellépője a rendezvényünknek, a Miskolci Galéria udvarán fognak majd ők most zenélni, reményeink szerint, hogyha nem most el ma este az eső, és fényfestés is kapcsolódik ehhez majd ehhez a programhoz. Ezen kívül lesz most majd két olyan koncertünk is egyébként, egy napon, egy este, akik nem képzőművészek ugyan, de azt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik és ismerik őket, és mi igyekeztünk ehhez képzőművészeti és vizuális programot kapcsolni. Ez pedig szombat este lesz majd, este 8 órakor kezdődnek a programok. Zsánger Balást látjuk majd a színpadon először, aki hozza az ő vizuális programját a koncerthez, és utána pedig az Analóg Balaton fog majd nekünk zenélni, ahol Gregorszki Gábor grafikus művészt, fényfestését láthatjuk majd hozzá. A miskolci fesztiválok között egy kiemelt helyet kapott mostanra a Hangszínhely Fesztivál. Pont egyébként az adás felvétel előtt olvastam olyan kommenteket, hogy talán már lassan egy lapon emlegethető mondjuk a Nemzetközi Filmfesztiválunkkal, vagy más zenés kulturális fesztiválokkal. Ön hová helyezné itt a palettán a Hangszínhely Fesztivált? Igazából itt mi az unikális voltam, hogyan tudjuk megfogni azt, hogy miben különböző, vagy különb a többitől? A Hangszínhely Fesztivál most harmadik alkalommal rendezzük már meg az idén, de a legelső itt Miskolcon legalábbis, de legelső alkalommal nem itt, hanem Gyálon rendezte ezt meg Nagy T. Katalin szervezésében a művészettörténész, aki itt nálunk is egyébként a fesztiválnak a főszervezője, kurátora a kiállításnak és a programokat egyébként ő szokta összeállítani, mármint ami a szakmai részét illeti a programoknak. Ez az ő ötlete volt annak idején, még hosszú évekkel ezelőtt, hogy szeretne egy ilyen programot összeállítani, ahol a zene és a vizualitás találkozik. Ott az alapkoncepció ugye arról szól, hogy aki a képzőművészetet kedveli, az lássa az átjárásokat a zenevilágába, de akit a zene oldaláról lehet egy kicsit megfogni, az is egy kicsit közelebb kerüljön a képzőművészethez. Általában a képzőművészet egy kicsit mostoha gyermek, azt gondolom a kultúrának, hiszen nem mondom, hogy a réteg az érdeklődés, de talán nem egy olyan óriási nagy az érdeklődés és a rajongó tábor, mint mondjuk egy óriás koncertet rendező mondjuk a lovagi tornák terén. És valóban az egyik küldetésünk és célunk az az volt, hogy a képzőművészetet mindenképpen közelebb hozzuk az érdeklődőkhöz. És ezért tartunk olyan programokat, ahol egyrészt interaktív, ki lehet próbálni, nagyon sok minden alkalommal most is érkeznek olyan programok a Csengei Kertbe, a galériában is lesznek, majd Miskolci galériában olyan installációk, amiket oda lehet menni, ki lehet próbálni, meg lehet szólaltatni, olyan koncertek, ami mindenki számára szól, gyerekprogramokkal készülünk, workshopok, készülünk, egészen kicsi gyerekek is érkezhetnek majd, például szombaton délelőtt tartunk, nem csak délután, egész reggeltől délutánig lesznek majd programok, gyerekeknek szóló workshopok,
klubok, játszóház és sok minden más egyéb. A célunk az, hogy minden korosztály megszeresse és meglássa a szépséget a képzőművészetben, hogy ne egy ilyen távoli, elérhetetlen dolog legyen, hanem rájöhetünk arra, hogy a vizualitás az itt van velünk minden lépésben, és ez nagyon fontos, azt gondolom, mindannyiunknak. Ennek ugye az egyik legnagyobb értéke és legnagyobb eredménye, amit én legalábbis az emberek itt látnak a nap folyamán, az év minden napján, azok ugye a kerítés oszlopfestő elemei, amit ugye a képzőművészek festenek meg, minden egyes oszlopot más képzőművész fest meg nekünk. Ez egy óriási ajándék, én azt gondolom, hogy ezektől a képzőművészektől, akik ingyen és bérmentve leutaznak ide, és megfestik ezeket az oszlopokat, és mindenki nagyon kedveli és nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy ez is egy lépés ahhoz, hogy meglássuk azt, egy kiállítást ugye kivittünk tulajdonképpen az utcára, hogy ez nem egy távoli dolog, ez egy szép és szerethető része a kultúrának, és ez a mi küldetésünk. Én azt gondolom, hogy ebből már nagyon sokan megéreztek valamit, hogy ettől nem kell idegenkedni, nem egy távoli dolog, hanem egy izgalmas és szép program. Aki már volt a Csengei kertben látogatóként, az szerintem rendkívül pozitív élményekkel távozhatott. Mennyire sikerült belakni ezt a helyet, mik a visszajelzések, a tapasztalatok? Igen, a Csengélyket, hogyha tavaly nyitottuk meg, egy kicsit félve kezdtünk hozzá. Ez még az én ötletem volt egyébként, amikor beköltöztünk ide a Csengei épületébe, ugye tudtuk, hogy már ide fogunk átköltözni az ifjúsági házból, hogy ezt a kertet ezt ki kellene használni, ez egy olyan belvárosi zárt terület, amit kulturális programokra tökéletesen lehetne használni. Mégis egy picit félve kezdtünk hozzá, hogy vajon mennyire fogják az emberek megszeretni, kicsit elzárva van, nem a fő utca részen, vajon fogják-e kedvelni. Úgyhogy egy picit óvatosan kezdtünk hozzá tavaly, úgy terveztük, hogy a gasztroplacokat, ami a belvárosi gasztroplac, át fogjuk ide költöztetni, és egy-két koncertet tartunk, és hogy meglátjuk, mennyire fogják kedvelni az emberek. És igazából a legelső alkalom, amikor tavaly tartottunk egy gasztroplacot, annyira rengetegen voltak, hogy nagyjából ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, azonnal megszerették az emberek, és keresték a következő programokat, úgyhogy ebben az évben már sokkal bátrabban kezdtünk bele, és már újabb programokat is tanálunk ki. Tehát igazából most keressük még azokat az utakat és lehetőségeket, hogy kiket is tudunk megszólítani és behívni ide a programba. Úgyhogy például itt lesz majd családokat szeretnénk itt megszólítani, és mesepikniket rendezünk majd két alkalommal is, ahova kisebb gyerekeket, kisebb, kicsit nagyobb gyerekeket várunk majd, és egy ilyen egész napos programmal készülünk, mesékkel, játszóházzal, de lesz majd olyan napunk is, amikor sportprogramokkal készülünk a családoknak. Picit próbáljuk keresni azokat az utakat, hogy a gasztronómiai rész az már látszik, hogy sikeres, hogy ezt nagyon szeretik, amikor a gasztroplac van, akkor mindig teljes teltházunk van. A koncertek is nagy szerencsére nagyon nagy sikerrel mennek, de hogy egy másik réteget is el tudjunk kérni, azokat a családokat, kisgyerekes családokat, akik egyébként a koncertre is sűrűn eljárnak, hiszen a Csengélyket nagyon alkalmas arra, hogy miközben az ember néz egy koncertet, akár eszik-iszik közben valamit, ott a műfűvön, a babzsákok környékén a gyerekek is el tudnak úgy lenni, egy zárt helyen felügyelt területen, hogy az anyuka, apuka közben nyugodtan tudja élvezni a koncertet, és a gyerekek pedig el tudnak játszani a füvön. Úgyhogy ezt egy kicsit tovább gondolva akarunk olyan programokat is, ami kimondottan családoknak szól. Váltsunk most helyszínt, hiszen a Lovagi Tornák tere újabb nagy koncerteknek ad majd otthont. Rúzsa Magdi mellett a Carson Kumok, Rúgi és Betonfi is érkezik, mások mellett. Milyen időpontokban, illetve kiket látnak vendégül Miskolcon majd a nyár folyamán? Igen, nagy koncertekkel is készültünk. A Rúzsa Magdival kezdünk majd júniusban egyébként, az első koncertünk ő lesz majd itt a Lovagi Tornák terén. Aztán júliusban megint visszamegyünk egy kicsit a Csengei kertbe, mert hogy a Carson Kuma Csengei kertbe érkezik majd, és utána a júliusban érkezik Azaria és Jude Law szintén a Lovagi Tornák terére, és augusztusban pedig Betonhoffik Rúbi egy napon fog nálunk vendégeskedni és nagy koncertet adni. Igazából mindegyik fellépő azt gondolom, hogy nagyon nagy tömegeket vonz, és nagyon népszerű a fiatalok körében. Én nagyon bízom benne, hogy sikeresek lesznek most is a koncertek. Ugye tavaly már volt egy ilyen nagy sikerű Azaria Jude Law koncertünk, hihetetlen teltházzal, óriási élmény volt azt gondolom annak, aki ott lehetett. És egy kicsit ezen felbuzdulva indulunk abba az irányba, hogy újra olyan programokat is, és újabb koncerteket hirdessünk meg, ami az egészen fiatalokat is megszólítja. Ugye így esett a választásunk a Betonhoffik Rúbi koncertre, már most
most nagyon szépen fogynak a jegyek, tehát a Super Early az egészen biztos, hogy elfogyott szerintem már az Early Bird, és vagy elfogyott, vagy nagyon kevés van már belőle, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ennyire népszerű lett a helyszín, és hát a Carson Coma pedig egy nagy próbálkozás nekünk a Csengei kertben, az egy kicsit kisebb egyébként ez a hely, hát majd meglátjuk, hogy elég lesz-e, de érdekes egyébként, hogy a Carson Coma maga ragaszkodott hozzá, hiszen mi mind a két helyszínt felajánlottuk neki, hogy melyikre szeretnének jönni, és amikor meglátták a Csengei kertet, akkor azt mondták, hogy egészen biztos, hogy ők itt szeretnének koncertezni. Jó, majd próbáljuk magunkat tartani valahogy a keretek között, de bízom benne, hogy egy nagyon szép koncert lesz majd az is. Hát igen, akkor valószínűleg ők is átérezték annak a helynek a varázsát. Pont azt jegyeztem meg magamban, hogy ahogy soroltuk itt a fellépők nevét, hogy ez bizony a mai magyar popzenének az első vonala is, őket sikerült ide csábítani. Ugye például Azaria egy három koncertes sorozat után tér Miskolcra, vagy jön Miskolcra, azért ez így ad egy névót ennek a nyárnak. Én azt gondolom, igen, hogy igazán büszkék lehetünk arra, hogy kiket látunk most vendégül, és persze nem csak a fiatal korosztály szólítjuk meg, mert nagyon sok olyan egyéb programunk is lesz majd a nyáron itt a városban, ami más korosztály idősebbeket is megszólít. Ugye a Dixie Fesztivált már nem első alkalommal rendezzük meg. Egészen pontos, hogy a Dixie Fesztivált azt a Miskolci Dixieland Band szervezésében már évek óta rendezi Balla Miklósék. Mi tavalyi évben csatlakoztunk be, mint támogató szervező a rendezvénybe, tehát hogy a Miskolci Kulturális Központ támogatásával, szervezésében valósul meg a rendezvény. Idén is ugye két helyszínünk lesz majd, a színvaterasszon lesznek koncertek, illetve majd még egy másik helyszínre is fogunk érkezni, egy kicsit még meglepetés, mert szervezés alatt van, de lesz majd még egy helyszíne, és egészen nívós fellépők lesznek, külföldről is érkeznek hozzánk izgalmas programokkal. És hát ami még ezen kívül egy nagyon izgalmas vállalkozás, az pedig Regő Zsolttal együtt elkezdünk most egy újabb vállalkozás, ez szintén egy régi programnak a felelevenítése, méghozzá a Vokálnapok, ami már volt régen Miskolcon, aztán egy pici szünet után most ugye Zsolt megkeresett minket, hogy nem lenne kedvünk ezt újra elkezdeni, úgyhogy most júniusban a Csengei kertben fogjuk megtartani a Vokálnapokat, és rögtön az első alkalommal két igazán nívós fellépő is érkezik hozzánk, a Cotton Club Singers és a Forefathers fog zenélni majd nekünk. Ez egy kétnapos rendezvény lesz, egyik nap egyikőjük, másik nap másik, és azon kívül pedig lesznek még miskolci kórusok is itt ugye ezen a programban. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép igazi nyári estét ígérő rendezvény lesz majd itt a Csengei kertben, gasztronómia mellett. Azt gondolom, hogy igazán szép, tartalmas estét tölthetnek el fiatalabbak és idősebbek is. Akkor ez inkább a kóruszenére, illetve a jazz vonalat fogja erősíteni, ha jól értem. Így van. Ez igazi nyári esti program, én azt gondolom. Tökéletes, így van. Térjünk már még ki egy picit egy kérdés elejéig a gasztronómiára. Ugye nagy sikerrel futnak évek óta Miskolcon a Gastroplac című sorozat. Ebben milyen újdonságot kínálnak idén, hol, milyen helyszíneken, milyen tematika szerint rendezik meg a sorozatot? Igen, a Gastroplac rendezvényünk, én azt gondolom, hogy a Miskolci Kulturális Központnak igazából egészen biztosan az egyik, hanem a legnépszerűbb rendezvénye, de én azt gondolom, hogy általában Miskolcon gasztronómiai rendezvények tekintetében ez egy nagyon sikeres és népszerű rendezvény. Az előző évben kezdtünk el egy pici újítást most bevezetni, pici frissítést igazából. Egyrészt azzal, hogy átköltöztünk a Csengei kertbe a Művészetek házából, ez már egy újítás volt, de egy picit ez egy több lehetőséget is adott nekünk arra, hogy más egyéb programokkal, elemekkel ki tudjuk ezt egészíteni, hiszen sokkal több a helyünk, mint mondjuk a Művészetek háza előtti téren. Egyrészt ugye adott egy nagy színpadunk, ahova mindig élő zenét hívunk a gasztroplacokra, ehhez most is szeretnénk ragaszkodni. Rögtön az első alkalommal egy nagyon izgalmas koncertünk lesz, a Boris Jazz lesz majd a téma, és a Bartók Művészeti Iskola jazz tanszaka fog majd nekünk zenélni. Úgyhogy élő koncertet hallgathatnak majd rögtön, ugye ma este már az ideérkezők. De ugye a másik újítás az a gasztronómia területén is volt. Méghozzá az, hogy a megszokott vendégeink, akik a miskolci gasztronómiai szolgáltatók, mindig vendégül látunk egy-egy nem miskolci gasztronómiai szolgáltatót is, és igazából tavaly ez nagyon nagy sikere volt ennek, és ezt szeretnénk idén is folytatni. Tavaly volt például nálunk Kicsi Zsó, kint volt a lovagi tornák terén, és most is érkezik majd hozzánk, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon szerették. Tehát ugye grillekkel és különböző barbecue
dolgokkal érkezik, és megosztott tapasztalatokat, technikákat, nagyon sokan kérdeztek, érdeklődtek. Ő mondta is, jelezte, hogy szeretne idén is jönni, mert nagyon jól érezte magát a rendezvény, úgyhogy érkezik hozzánk. De tavaly nem tudtuk elhozni például az ISZKOR-t, mert hogy nem tudtunk időpontot egyeztetni, de most ő is elérkezik hozzánk. A Kisfalucska udvarház volt tavaly is nálunk, és nagyon jól érezte magát, és sikeres és népszerű volt, úgyhogy idén is vendégül látjuk. De persze a miskolciak sem maradhatnak ki, hiszen az anyukám mondta, a végállomás, a dűlő, az impresszó, a renomé, tehát igazából nagyon sok miskolci gasztronómiai szolgáltató ugyanúgy vendégünk lesz. Az italok kínálatában ugye a bükki borászok minden alkalommal elérhetőek itt a rendezvényen, de a bor és jazz témájában nem csak bükki borokat, hanem más tájegységből érkező borokat is kóstolhatnak majd az ideérkezők. Illetve most kiköltözik a Műha kávézó is, mint állandó szereplője a gasztroplacoknak, ami azt jelenti, hogy ugye nem csak bort, hanem hát mindenféle üdítőt, egyéb italokat, sört is, hogyha valaki azt szeretne, tud majd fogyasztani a rendezvényeken. Igazából az újítás ugye ez volt tavaly, ezt most egy kicsit nem változtatnánk ezen a koncepción, mert hogy azt gondolom, hogy először ezt szeretnénk egy kicsit bevezetni, megszerettetni az emberekkel, én azt gondolom, hogy már most kedvelik. Annál is inkább, mert hogy témákat is igyekszünk adni ezeknek a gasztroplacoknak, minden alkalommal van egy témája. Most ugye, ahogy említettem, az első alkalommal a bor és jazz a téma, de ismét lesz blues, barbecue-val, sörrel, tehát hogy különböző témák szerint haladunk. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit még izgalmasabbá teszi ezeket a programokat. Mindenképpen, ahogy így végigvettük a programokat, azt látni, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, de tényleg a kedvüknek, hangulatuknak leginkább megfelelő programot. Kihagytunk egyébként valamit? Igen, én puskáznom, pedig igen, azt nem említettem, hogy a Csengélykertben milyen koncertek lesznek. Mert ugye, hát ahogy mondtam is, hogy a Csengélykert ugye arra jött létre, hogy a gasztronómia és néhány koncertet itt megtartsunk, azért ehhez egy kicsit tartjuk magunkat, tehát hogy továbbra is szeretnék mi koncerteket tartani. Érkezik hozzánk ugye a Carson Kómán kívül az Esti Kornél, a Kollár Clemens Kamara Zenekar és gitárestünk is lesz idén is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából minden napra, minden hétvégére jut valami program, csak nyitott szemmel kell járni, és akkor én azt gondolom, hogyha követik az oldalunkat, Facebook felületünket, honlapunkat, akkor azt gondolom, hogy senki nem fog csalódni, mert egyik hétvégén sem marad program nélkül. Hát én is azt hiszem, hogy nem fogunk unatkozni ezen a nyáron sem. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer meghívást. Zöld bajnok lett Miskolc a LED izzó csere programjával. A napokban ünnepi események köszöntötték és ismerték el azokat a partnereket, akik az elmúlt években részt vettek az ingyenes lakossági csere programban. Kolléganőm Farkas Ildikó riportját látják. Aki regisztrál a megadott honlapon, lehetőséget kap arra, hogy a háztartásában a villanyszámlájának megfelelően kiszámított izzót megkapja. 2022. szeptemberében jelentették be, hogy ingyenes LED-csere program indul Miskolcon. Akkorszerűbb izzók, olcsóbb villanyszámlát és éves szinten akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthetnek a családoknak. Az izzók átvétele előtt regisztrálni lehetett online vagy személyesen a Városházán és a regisztrációs pontokon. Az önkormányzat azért csatlakozott a programhoz, mert az energiaárak emelkedése a miskolci családokat is nehézségek elé állította. Siettem, hogy ki ne maradjak, úgyhogy örülök neki, mert hát egyedülálló vagyok, nyugdíjas. Most cseréltem rá még ráadásul villanybojlerre a gázbojlert, mert már azt nem lehet beszerelni, hát jól jön. A regisztráció csak néhány percet vett igénybe, az adatok kitöltése, illetve a dokumentum feltöltése után a rendszer az éves áramfogyasztást, valamint az otthon található izzók száma alapján kiszámolta, hogy az adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. A Nagy Miskolc program részeként megvalósuló támogatási formára először 2022. szeptember 30-áig lehetett jelentkezni. 2022. szeptember közepén Veres Pál polgármester és Ignác Dávid jegyző Szentendrére látogatott az ingyenesen igényelhető ledizzók forgalmazásával foglalkozó üzembe. Októberben pedig beszámoltunk róla, hogy népszerű volt a lakossági LED-csere program. Az eredetihez képest egy héttel meghosszabbított határidőig több mint 6000 háztartás jelezte igényét a modern, energiatakarékos fényforrásokra.
A Városháza közleményéből kiderült, hogy a gondoskodó Zöld Miskolc program részeként összesen több mint 70 ezer ledízót osztanak ki az igénylőknek. Akkor abban belemegy, 1, 2, 3, 4, 5. November közepén megérkeztek a ledízók Miskolcra. Összességében Miskolcnak az első futamban 70 ezer darab ledes izzót hozunk. Ezt itt a miskolci kollégák fogják szétosztani a lakosság körében. Ezek úgynevezett E14-es, a vékonyabb, és az E27-es, a vastagabb csatlakozású izzók, amik a normál foglalatban természetesen jók. Egy nagy titkuk van, hogy lényegesen kevesebbet fogyasztanak. Elsőként a Görömbei Közösségi Házban kezdték osztani a dobozokba csomagolt energiatakarékos izzókat. A görömbölyiek mellett a perecesi és a vasgyári átvételi helyszínekre regisztrált miskolciak is átvehették a ledízzókat, majd az avasi, a belvárosi, a helyűcsabai, a martinkertvárosi, a jukói és a diósgyőri átvételi pontokon is hozzájutottak a fényforrásokhoz. A gazdasági válság és az energiaválság kapcsán megvizsgáltuk azt, hogy miben tudunk segíteni a városlakóknak. A Gondoskodó Miskolc program keretében lehetőségünk nyílt arra, egy céges együttműködés segítségével, hogy akik regisztráltak, azok számára ingyen biztosítunk az igényeiknek és egy szoftver által meghatározott mennyiségben a ledízzókat. Aki nem tudta a helyszíneken átvenni az izzókat, azok a Városháza ügyfélszolgálatán később átvehették. Erre más nevében is volt lehetőség, egy-két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazással. Ha valaki más nevében járt el, annak is vinnie kellett magával a személyi okmányát és a felhasználó, vagyis a megbízó egyik áramszámláját. 2023. januárjában a Gondoskodó Miskolc programban meghirdetett lakossági lecsere lezárult. Csaknem 6000 fő regisztrált sikeresen, és mintegy 70 ezer ledigő került kiosztásra. Tavaly tovább folytatódott az ingyenes lakossági lecsere program. A Városháza közleménye szerint ekkor azok a miskolciak regisztrálhattak, akik nem vettek részt az első kiírásban. A szűkös költségvetés ellenére Miskolc városvezetése fontosnak tartotta, hogy ne hagyja magára a miskolci családokat, hogy erején felül segítse a városlakókat. Ezért az önkormányzat folytatta a megkezdett programot. Ezen a héten pedig a lecsere program legjobbjait köszöntötték a budakalászi sportcsarnokban. A Holnap energiája ma címmel megrendezett ünnepségen a Szájér cégcsoport elismerte azokat a partnereit, akik az elmúlt években részt vettek a cég által kezdeményezett ingyenes lakossági lecsere programban. Vitályos Eszter kormányszóvivő az eseményen arról beszélt, hogy az elmúlt évek másról sem szóltak, csak arról, hogy a kormány hogyan tudja a magyar családoknak biztosítani a megfelelő mennyiségű energiát. A magyar kormány már több mint 10 évvel ezelőtt felismerte, és elsőként az európai nemzetek közül vezette be az úgynevezett rezsicsökkentést. Pontosan azért, mert tudjuk jól, hogy a magyar emberek alapvető szükségleteinek ellátása nem lehet semmifajta kitettség áldozata. A rendezvényen azoknak a településeknek a vezetői, akiknél a háztartások 10, illetve 20%-a regisztrált az ingyenes lecsere programra, zöld bajnok címet vettek át. Veres Pál, Miskolc polgármestere! Polgármester úr, gratulálok! Miskolcon a pályázatok eddigi két fordulójában összesen 7252 háztartás regisztrált sikerrel, a nyertes pályázók pedig 78538 hagyományos izzót cseréltek ki új fényforrásokra, amelyek éves szinten több mint 1000 tonnával kevesebb széndioxid kibocsátást eredményezhetnek. Egy jó évtizeddel ezelőtt határozta el a város akkori vezetése, hogy elindulunk egy zöldítési folyamatban, egy zöld városprogramban. Hiszem azt, hogy ez mindenféle ciklusoktól függetlenül egy hosszú folyamat, egy hosszú olyan folyamat, amelynek alapjait le kellett rakni, és amelyekhez ragaszkodnunk kell az elkövetkező években is. Nem véletlen, hogy Miskolc csatlakozott a 100 klímasemleges város missziójához, és nagy örömünkre elnyertük annak a lehetőségét, hogy extra vállalásaink mentén próbáljuk elérni kicsit előbb is azt a célt, amit az Európai Unió kitűzött, illetve olyan mintaprojektekben vehessünk részt, amelyek segítik ezt a zöld átállást. Én tanárként azt vallom, hogy a legfontosabb az
kommunikáció, hiszen azt mondhatom, hogy a lakosság meggyőzése szemléletének átalakítása egy rendkívül fontos állomás, egy fontos feladat és folyamat, ami nem megy könnyen, hiszen társadalmi változásokról van szó. Éppen ezért nagyon fontos volt ez a Lecsere program. Csak nem 150 millió forint értékben osztottak ki ledizzókat. Ennek köszönhetően az áramfogyasztásban mérhető megtakarítás éves szinten meghaladhatja akár a 110 millió forintot. Ez csatlakozik számos program. Például a közvetlen környezetünk környezetvédelme, ez a zöldítés, a zöld területeink örökbefogadása, ápolása. Csak annyit mondanék, hogy 320 ezer facsemete ültetésével egy erdőt ültetünk Miskolc határában, pont azért, hogy a zöld területeinket növeljük, és próbáljuk rávenni projektekkel a lakosságot arra, hogy a saját környezetükben ugyanezt megtegyék. Nagyon fontos a hulladékgazdálkodás, hiszen ez is a fenntartató gazdálkodás alapja, és büszkén mondhatom, hogy az a cég, ami Miskolcon dolgozik, a Mirehu, immár Európa első három cége közé tartozik, amelyik az edukációval kivívta ezt az elismerést Európában, és hihetetlen népszerűek ezek a programok. És hát, ami a legfontosabb, hogy energiahatékonyságban próbáljunk előre lépni. Körülbelül 60%-a a lakossági távhőnek geotermikus Miskolcon. El kell, hogy mondjam, hogy napelem parkjainkban nekünk is vannak bőven. Dolgozunk azon, és elindítottuk azt a folyamatot, hogy ebben az aktív energiafelhasználásban dolgozhassunk. De létezik a városban egy olyan mérőrendszer, ami 64 ponton méri a levegő tisztaságát, és egy applikáción keresztül bárki megnézheti, hogy mi a helyzet jelenleg a levegőben Miskolcon. Illetve van egy olyan besugárzási térképünk, ami szintén egy applikációval megmutatja, hogy helyrazi számonként hova érdemes és milyen napelemparkot építeni, vagy napelem kis mini erőművet építeni. Ez mind-mind együtt, és együttműködve a környezetünkben lévő intézményekkel, cégekkel, vállalatokkal, és természetesen a legfontosabb kutatóbázisunkkal és támogatónkkal, a Miskolc Egyetemmel azt a célt szolgálja, hogy ezt a bizonyos missziót, amit vállaltunk, teljesíteni tudjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, kilátóval legközelebb jövő hét szerdán jelentkezünk. Addig is a minden jót, a viszontlátásra!